Van nekem egy nagyon régi kedves mentorom, aki sokszor eligazít így a politika és a kultúra útvesztőjében, úgy hívják, hogy Schmidt Mária, és azt mondta nekem, hogy mondd le, azaz, hogy ne üljek le veled beszélgetni. Megszavaztad azt a gyermekvédelmi törvényt, amit én nem szavaztam meg az országgyűlésben az előző ciklusban, hogy gondolod-e, hogy egy rossz törvény megszavazásának volt ez az eredménye, vagy újra megszavaznád-e a gyermekvédelmi törvényt? Ezzel kapcsolatban nagyon sok cikket olvastam, hogy gyakorlatilag a saját magam által megszavazott törvény áldozata lettem. Szerintem nem. A saját magam által megszavazott törvény értelmezésének lettem az áldozata, inkább fogalmazunk így. De az meg nincsen rendben, amikor valaki mondjuk egy rózsaszín bugyiba bemegy az átiskola alsó tagozatába, alulöltözve, és arról magyaráz a gyerekeknek, hogy egyébként ha akartok, akkor lehettek más neműek is, mint aminek születtetek. Azon a kiállításon nem ezek a képek voltak megrázóak, hanem a háborús képek. Azok a képek, amelyeken bemutatták azt, hogy milyen volt az oroszok bombázása után az az ukrán kórház, ahol mondjuk a szülésre váró terhes anya mellett robban föl a gránát. De mégis mit mondanál Novák Elődnek, aki azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy amit te mondtál most, rózsaszín bugyi általános iskola érv, a paralelnek beállítja mellé azokat, például azt a versedet, ami a Toulouse-Lautrec parafrázis. Nagyon sokan fedik el a saját kudarcaikat és tehetségtelenségüket azzal, hogy ők valójában politikai alapon vannak elnyomva. A japán anime rajongó vagyok, tehát a japán... Ajaj, a japánok a maguk... Jön még egy Mi Hazánk sajtáj. Köszöntök mindenkit, és külön köszönöm El Simon Lászlónak, hogy megtisztelt minket ebben a tumultuózus helyzetben. Azzal szeretném kezdeni, hogy keresztnéven fogjuk egymást szólítani, és tegeződni fogunk ennek az az oka, hogy születésem körülményeiből adódóan régóta ismerjük egymást. És azt is fontosnak tartom elmondani, hogy ez az esemény azelőtt lett megbeszélve, mielőtt itt a elmúlt napok eseményei megtörténtek. Az elején ki fogunk erre röviden térni, de utána majd egyéb témák is szóba fognak kerülni, olyan témák, amelyek alapvetően kicsit elszakítanak minket a mindennapoktól. De köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Az igazság, hogy tényleg így volt, amikor megbeszéltük, hogy beszélgetünk, akkor még álmomban se gondoltam, hogy nem a Nemzeti Múzeum főigazgatóiként fogok itt ülni. Van nekem egy nagyon régi, kedves mentorom, aki sokszor eligazít így a politika és a kultúra útvesztőjében, úgy hívják, hogy Schmidt Mária, és azt mondta nekem, hogy mondd le, azaz, hogy ne üljek le veled beszélgetni, mert hogy ezek után nagyon kellemetlen lesz a dolog, de aztán mondtam neki, de mondom, pont a fiaddal, hát hogy mondjam le, mert hát egyébként is nincs miért lemondanom, nincs miért bujdokolnom, és hát az ember mégiscsak olyan sok éves politikai rutinnal, amivel én rendelkezem, bár most már jó pár év óta eltávolodtam a napi politizálástól, mégiscsak meg tudja azt oldani, hogy csak arra válaszol, mire akar. Igen, illetve mivel én nem vagyok riporter, ezért nagyon nehéz lesz majd számon kérni azt, hogy különböző YouTube csatornákon látható nagyon nagy ismétlés számmal nem teszem fel ugyanazt a kérdést újra. De ami történt a te menesztésed Csák miniszter által erről, mi az, amit elmondanál, mi az, ami szerinted fontos az átlag magyar választónak? Hát amit az egész dologról gondolok, azt most legkiválképpen azért nem osztom meg a jelenlevőkkel, mert nagyon közel van még. Hát nem tagadom, hogy az egész leváltásnak és annak, ahogyan ezt a miniszter úr tette, vannak érzelmi vonatkozásai is, nem csak az én személyem esetében, vagy nem csak bennem vált ki ez sok-sok kérdést, hanem az édesanyám, a feleségem és a gyerekeim esetében is. Tehát nagyon rosszul érték meg a gyerekeim, ezért még sok mindent kell átgondolnom. És az, hogy ezen gondolkozhassak, elég időt adott az élet. Tehát sok-sok szabad vegyértékem lett az elmúlt napokban. Tehát nem akarok elhamarkodottan ítéletet mondani. Ráadásul, hogyha
Ha erről beszélek, akkor azt óvatatlanul politikai kontextusban tennék azok, akik most mondatokat vállalnak ki ebből a beszélgetésből. Azt gondolom, hogy az én személyemen túlmutatóan is sok-sok kérdést kell majd átgondolni, hiszen a magyar közélet, mondjuk, hogy egy választóban ahhoz érkezett. Mi az, amit egy szabad világban, egy demokráciában mondjuk egy kiállításon bemutathat, nem mutathat, mi az, ami korhatáros, hol teszünk különbséget cenzúra és korhatár bevezetése között. Össze-vissza beszél most erről a kérdésről mindenki, és alapvetően a véleményét a politikai hovatartozásuk, a véleményeket a politikai hovatartozásuk határozzák meg inkább, mint egy kérdésnek az átfogó végiggondolása. Hát a sajtó viszont is jól mutatták ezt. Tehát olyan elemzéseket olvastam, amelyek egészen őrületes blödségeket tartalmaztak, hogy milyen Fideszen belüli küzdelmek, csaták, személyes ellentétek határozták meg ezt a dolgot. Nincs ilyenről szó szerintem, meg én nem tudok róluk. Tehát idő kell nekem, és hogy ezt végig gondoljam, hogy leünnepedjen bennem, hogy magyarázatot adjak rá, és hogy nyilvánvalóan mindezt úgy tudja megtenni, hogy a személyiségem ne sérüljön, mert ebből a szempontból most nekem ez a legfontosabb. Az intézményt úgy hagytam ott, az elmúlt egy héten szinte minden nap bejártam, és adtam át sorra a feladatokat meg az ügyeket, hogy az működőképes legyen, mert a felelősségérzetem nem lett kisebb. Tehát azt gondolom, hogy egy nagy intézmény vezetőjének, csak azért a közönség kedvéért mondom el, hogy a Nemzeti Múzeum az ország egyik legnagyobb intézménye, 680 dolgozó, irdatlan nagy költségvetés, vagy 70 ingatlan, 17 filia, tehát ez egy nagy intézmény. Ebből a szempontból mondjuk kifejezetten furcsálódtam, hogy a miniszter úr azt mondta a parlamentben, hogy hát a vezetési kompetenciáim azok nem ilyen elegánsan fogalmazta meg. A vezetési azt mondta, kompetenciáim. Hogy rossz vezető vagy. Nem, ennél is rosszabbat mondott, hogy a vezetési kompetenciáimmal baj lenne. Hát tegnap nagyon-nagyon kellett küzdködnöm, amikor bementem az utolsó állománygyűlésre, hogy ne sérjem el magamat, amikor a kollégáim egy ilyen váratlan akcióval fogadtak, és vagy 400-an ott álltak a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Úgyhogy azt gondolom, hogy ők megválaszolták ezt a kérdést helyettem is. A következő kérdésem, hogy ki az a Vashegyi és mi történt a Magyar Művészeti Akadémiában? Hogy jön ez ide? Jó, erre nem térek ki többet. Én is olvastam, persze. Olvastam, amit Hiller István erről nyilatkozott az ATV-ben, tehát nem akarom hülyének tetetni magamat. Ugye a szocialisták volt minisztere azt vélelmezte egy televíziós műsorban, hogy nem is az LMBTQ ügyek miatt menesztette a miniszter, hanem ténylegesen azért, mert nem támogattam Vashegyi György tiszteletbeli elnökségét. Vashegyi György karmester, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt mostanáig 6 éven keresztül. Én egyébként íróként, költőként a Magyar Művészeti Akadémia tagja vagyok, tehát ebben a minőségemben vettem részt a Műszaki Akadémia legutóbbi közgyűlésén, ahol azt javasoltam, hogy ezt a napirendi pontot, hogy legyen-e tiszteletbeli elnök, vagy ne legyen, ezt a tavaszi közgyűlésen napoljuk el. Tehát kizártnak tartom, hogy egy alaptörvényben deklarált szervezet, amely mindenféle értelemben jogilag, szakmailag, autonómnak tekinthető, hogy egy ilyen intézmény életében történt napirendi szavazás, az befolyásolja a minisztert, hiszen a miniszter pontosan tudja, Csák János is pontosan tudja, hogy a Magyar Művészeti Akadémia egy független szervezet, és tudtam, hogy soha nem szólt bele a működésébe. Tehát nem tudom, hogy Hiller Istvánnak honnan vannak ilyen információ, majd egyszer megkérdezem tőle. Az az igazság, hogy velem Csák János soha egyetlen egyszer egy szót sem beszélt, sem a Művészeti Akadémiáról, sem Vashegyi Györgyről, pontosabban a közgyűlés előtt nem beszélt, rá egy hétre szóba hozta, megkérdezte, hogy miért volt ez a javaslatom, és elmondtam neki az álláspontomat. És tényleg még egy utolsó kérdés után én ezt a témát, ennek egy másik részére fogok rátérni, ami szerintem komfortosabb lesz mindannyiunknak, hogy megszavaztad azt a gyermekvédelmi törvényt, amit én nem szavaztam meg az országgyűlésben az előző ciklusban, hogy gondolod-e, hogy egy rossz törvény megszavazásának volt-e ez az eredménye, vagy újra megszavaznád-e a gyermekvédelmi törvényt? Hát a
Ezzel kapcsolatban nagyon sok cikket olvastam, hogy gyakorlatilag a saját magam által megszabadott törvény áldozata lettem, szerintem nem. A saját magam által megszavazott törvény értelmezésének lettem az áldozata, inkább fogalmazunk ki. Tehát maga az a törvény, még hogyha szövegszerűségében nyilvánvalóan lehet rajta vitatkozni, hogy mennyire pontos, mennyire nem pontos, tehát inkább úgy fogalmazunk, hogy a jogalkotói szándék az teljesen egyértelmű volt. És szerintem ebből a szempontból a kormánypártok nem árultak zsákba macskát. Nagyjából abból indult ki mindenki, amiből én is kiindulok, hogy a szexualitásunknak a megélése ez magánügy. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy a teremben ülők azok hetero vagy homoszexuálisok, hogy számunkra magánemberként hol vannak a házasság, élettársi kapcsolat, szexuális kapcsolatnak a határai, a normalitás határai. Két teljesen átlagos heteroszexuális pár is gondolhat gyökeresen mást arról, hogy meddig normális, vagy inkább fogalmazunk, hogy meddig jó az, amit megélnek együtt. Vannak olyan heteroszexuális párok, akik azt gondolják, hogy az orális szex az bűn. Vannak olyanok, akik meg azt gondolják, hogy az egy jó, és az örömszerzésnek egy lehetséges, legitim forrása. Tehát magyarul erről lehet vitatkozni, de nem gondolnám, hogy itt a politikának vagy a jogalkotásnak különösebben lenne szerepe. Mindenki azzal él és úgy él, ahogyan akar, és azt csinál oda az a hálószobájában, amit akar. Ez az én alapállásom, és én nagyjából hasonlókat hallottam a miniszterelnöktől is, zárt és kevésbé zárt körökben is. Tehát, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Az viszont egy másik dolog, hogy mondjuk azokból a jelenségekből, amelyek sokkal inkább a politikai mozgalmaknak a körébe tartozik, mint vagy tartoznak, mint mondjuk a tényleges szexuális szabadságért folytatott legitim küzdelmek közé, azokból mi az, amit beengedünk mondjuk az oktatási rendszerbe, az óvodába, általános iskolába, és itt én a konzervatívak közé tartozom. Ami nem azt jelenti, hogy a mások életének az együttlétébe akarnék beleszólni, azt gondolom, hogy bizonyos formákat nem kell átlépni. De ugyanakkor azt is furcsálom. Én egy 80-as években egy falusi általiskolába jártam, ahol az osztálytársaimnak a többsége nem értelmiségi családból származott. Egyszerű kétkezi emberek voltak a szüleik, javarészt a mezőgazdaságban, a termelőszövetkezetben és az állami gazdaságban dolgoztak. Az, hogy nekünk az osztályfőnökünk az ma úgy mondanánk, hogy szexuális felvilágosítást tartott, az szerintem nagyon helyes volt és fontos volt. Tehát, hogy ilyen formában ott van a helye az oktatási rendszerben a felvilágosító munka, nagyon nagy felelősséggel. Pedagógusoknak ehhez kellő anyagot lehet és kell adni. 80-as évek osztályfőnöki kézikönyveit megnéztem utólag, nagyon sok értékes és értelmes muníciót olvashattam. Tehát ez szerintem rendben van. De az meg nincsen rendben, amikor valaki mondjuk egy rózsaszín bugyiba bemegy az átiskola alsó tagozatába, alulöltözve, és arról magyaráz a gyerekeknek, hogy egyébként ha akartok, akkor lehettek más neműek is, mint aminek születtetek, és ez csak a ti döntésetek 9 évesen, hogy átoperáltatjátok majd egyszer magatokat, vagy nem. Tehát szerintem ez meg nincs rendben, és ezért én azt gondolom, hogy ez a jogalkotói szándék, amely akkor a törvényalkotásban megfogalmazódott, az helyes volt, és szerintem az most is helyes. A jogalkalmazóknak is nagy a felelősségük. Tehát itt az én esetem az azt mutatja, hogy nem pusztán. Tehát egy tökéletes norma szöveget alkotni nagyon nehéz. Nem azt mondom, hogy ez egy tökéletes norma szöveg, de azt mondom, hogy nehéz tökéletes norma szöveget alkotni. Olyan norma szöveget kell alkotni, amely azért viszonylag kevés szabad értelmezést tesz lehetővé, de ha már van mozgástere a jogalkalmazónak, akkor ott viszont azoknak, akik iránymutató munkát végeznek, lásd például egy minisztériumnak, azoknak komoly a felelősségük. Tehát, hogy például mit tekintenek a törvény hatálya alá tartozónak, és én ebből a szempontból visszatérjek az első kérdésedre, most is azt mondom, hogy helyesen jártam el intézményvezetőként, és most is azt gondolom, hogy a WordFest fotókiállításon nem szerepelt olyan kép, amely ennek a törvénynek
nem csak a konkrét szövegét, hanem akár a szellemét is sértette volna. Mert bármilyen jelenségnek a bemutatása az életünkben, akár egy ilyen dokumentarista célra, mint azt a sajtófotó teszi, vagy más célra, mint hogy azt a művészet a maga eszközével megteremti, az igenis fontos, és annak komoly pedagógiai vonzata lehet. Azon a kiállításon nem ezek a képek voltak megrázóak, hanem a háborús képek. Azok a képek, amelyeken bemutatták azt, hogy milyen volt az oroszok bombázása után az az ukrán kórház, ahol mondjuk a szülésre váró terhes anya mellett robban föl a gránát. Azok a képek valóban megrázóak voltak, döbbenetesek voltak, és ott én is elgondolkodtam azon, hogy biztos, hogy jó-e ez, hogyha ezt a gyerekeink korhatár nélkül látják. Hozzá kell tennem, hogy a WordPress-nek a szervezőbizottság az eleve ragaszkodik ahhoz, hogy ezek ne legyenek korhatáros kiállítások. De erre megint azt tudom mondani, hogy ha elfogadjuk azt az érvelést, hogy a szülő felelőssége a gyerekeinek a nevelése, és a szülő dolga az, hogy bármilyen kérdésben, nem csak a szexualitás kérdésében, hanem akár a háborúhoz való viszonyban, tehát bármilyen emberi szörnyűséghez való viszonyban a szülőnek van felelősség, akkor amikor kézen fogom a gyerekemet, nekem mégiscsak van 4 gyerekem, és ezt megtapasztaltam nem egyszer az életben, kézen fogom a gyerekemet, és megállok egy ilyen kép előtt, akkor el tudom neki mondani, hogy ez miért szörnyű, és miért kell, hogy úgy éljünk, meg úgy hozunk döntéseket, hogy ezeket a szörnyűségeket elkerüljük. És ezt ugyanúgy el kell tudni mondani egy háborús képnél, mint hogy el kell mondani mondjuk a klímakatasztrófát plasztikusan bemutató ábrázolásoknál, mert ilyenekből is volt bőven a National Geographic-nak a kísérő kiállításán, ahol gyakorlatilag azzal szembesültünk, hogy az ember tevékenységének köszönhetően az a környezet, amely nekünk életet ad, az egyre nagyobb veszélyben van. Elkanyarodtam, már nem is tudom, mi volt az eredeti. Nem baj, jó volt, főleg a vége, az nagyon szimpatikus volt. Rátérnék azokra, akik kirobbantották ezt az egész botrányt. Ugye azt mondod, hogy a magánéletbe a szexualitás a magánéletbe tartozik, hogy ezentúl mit reprezentálunk, az már egy sokkal nehezebb kérdés, és mi van az általános iskolában. De hát nemrég tartott Novák Előd egy sajtótájékoztatót, ahol a verseidből, a szerintem nagyon jó verseidből idézett részletes. Bocsánat, de csak azért mondod ezt, mert elolvastad az egész könyvet. Mert csak azt a 3 sort. Ez így van, és ez nem először jön elő neked ezek a verseid, amiben tartoznak obszcenitás. Természetesen nagyon sok költőnk használ obszcenitást, a magyar irodalom nagyjai elég sokan használnak obszcenitást, én pár példát tudok, te tudsz még 100-at mondani, és akkor a művelt emberek tudnak ebbe versenyezni. De mégis mit mondanál Novák Elődnek, aki azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy amit te mondtál most, rózsaszín bugyi általános iskola érv, a paralelnek beállítja mellé azokat, például azt a versedet, ami a Toulouse-Lautrec parafrázis, és arról szól, hogy egy mosolygó törpét követtél valahol. Tehát mit mondanál neki erre, hogy miért képez az mégis művészeti értéket? Nem sok mindent mondani, mert már egyrészt mondtam neki, és abból azt hiszem, hogy egy életre szóló sérelem lett. Még mikor parlamenti bizottság elnök voltam, és ott tényleg egy kicsit már mérges voltam, mert már 82-szer hozta elő a témát, és mondtam neki, hogy eddig sose voltam hajlandó erről nyilatkozni, de aztán mondtam neki, hogy ez egy Toulouse-Lautrec nevű festőnek az életrajzi regényéből vett szöveg. Mondhatni, hogy majdnem, hogy vendégszöveg, mert szinte szó szerint idézem, de hát ez gondot okozott akkor, ugye, mert már kerül, nem tudta ki az a Toulouse-Lautrec. És én, mint hogy nem, de akkor még szerintem nem voltál képviselő, de a lényeg az, hogy ugye ő állandóan azt csinált, hogy a bizottsági üléseken is, meg a plenáris üléseken is mindig ütötte-vágta a laptopját. Ráadásul olyan volt a laptopja, hogy egy ilyen spéci piros fólia volt egyébként, nem csak az övé, hanem az összes jobbikosén, hogy ha egy oldalról ránézett az ember a laptopra, akkor nem lehetett látni a képernyőt. Tehát, hogy sose lássad, nagyon jó kis fóliákat lehet venni, én addig azt sem tudtam, hogy ilyen létezik. Tehát, hogy ne láss se a mögötted ülő, se az oldalt ülő, te éppen mit csinálsz. Sokan azt élelmezték, hogy akkor írják a Kurucinfónak a cikkeit ülés közben. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Minden esetre azt azért tudtuk, hogy ő nagyon-nagyon jó barátságot tápol a Google keresővel. És ott a bizottságülés végén
ugye szót kért meg, és mondta, hogy valahogy így fogalmazott, mert szeretik ezt a szót, hogy aberrátőr, és meg a felesége is, hogy valóban nem tudtam, ki ez az aberrátőr. Tehát ezt vissza lehet keresni, fenn van a Parlament honlapján a jegyzőkönyv, és én meg teljesen kétségbe voltam esve, hogy, hogy hát hogy a francba találtam meg, mert biztos nem tudja beírni franciául a Zoltán nevét. És bizottságülés után beírtam fonetikusan a Google-ba, hogy Toulouse-Lautrec, és kidobtam a magyar életrajzi lexikonnak a szócikét, ahol ugye zárójelben oda van írva, hogy Ejst, Toulouse-Lautrec fonetikusan. Na mindegy, szóval én akkor egy csúnya dolgot mondtam a Novák Erődnek, aki akarja majd visszakeresni. Ezt egyáltalán nem bánom, de hát biztos, hogy ez frusztrálta, úgyhogy most még valamelyik régi parlamenti kollégám írta, hogy mivel sértettem meg Novák Erődöt, de már el is felejtettem. Tehát valószínűleg az ő részükről egy személyes ügy is én ellenem, hiszen hogyha nem személyes ügy lenne, akkor Magyarország művészeti és kultúrás intézményének a nagy részében hasonló tartalmakat találhatnának nap mint nap, mint amit kifogásoltak a WordPress fotókiállításon, amiről hazug módon azt mondták, hogy az LMBTQ propaganda. Nemzeti Múzeumban semmilyen propaganda nem folyt, nem folyik, és bízom benne, hogy nem is fog. Itt a Néprajzi Múzeumra gondolsz még, ahogy most nem csak a Néprajzi Múzeumban, bárhova bemész. Tehát most hol vannak a határok? Tehát, hogy mi az, amit te egy múzeumban a szexualitás öncélú ábrázolásának tekintesz? Hát a bocsánat, de te, hogyha egy olyan múzeumban mész be, ami az egyetemes néprajzi anyagot gyűjti, tehát mondjuk a bécsi Weltmúzeumban, a párizsi Guimébe, vagy sok helyet mondhatnék, és mondjuk ott megnézed a japán anyagoknak a nagy részét, akkor azokon olyan pornográf ábrázolásokat találsz, melyeket a jelenlegi duró-dóra féle értelmezés szerint nem lehetne kiállítani. Tehát, ugye ez egy nagyon nehéz dolog, hogy akkor mire vonatkozik, meg mire nem vonatkozik ez a jogszabály. Még egyszer mondom, én szerintem az a törvény a jelenlegi szöveg formájában sem vonatkozik a Nemzeti Múzeum kiállítására. Tehát mondhatnám azt is, hogy lapozzunk ezt a kérdést túltárgyaltuk. Nyilvánvalóan nekik van egy ilyen személyes sérelmüket velem kapcsolatban, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem is akarok ebbe belemenni, mert minek? Nem csak neki volt egy Kálmán Olgás interjúd is ezekről a versekről, azt nemrég... Jó, Istenem, tehát minek nézel vissza ilyen dolgokat? Én nemrég néztem vissza, és nemrég egy fiatalabb ismerősömtől megtanultam azt a szót, hogy cringe. Én már ehhez öreg vagyok, hogy ezt tudja, mit jelent ez a szó, ez a gyerekeit tudják valójában, hogy mit jelent ez a szó magyar kontextusban, és azt hiszem ez jutott eszembe, hogy én azt gondolom, hogy Kálmán Olga, aki azóta képviselőtársam, biztosan másképp vezette volna azt az interjút most. De akkor térjünk rá, amiről eredetileg beszéltünk volna, hogyha ez az affér nem jött volna, és abban még vissza fogunk térni a közelmúlt részeibe. Hogy én azon gondolkodtam először, végig gondolva a Magyarországon kultúrpolitikai diskurzusokat, hogy sokaknak az az érzése, hogy Magyarországon a jobb oldalnak az kultúrpolitikában a gondolata, hogy kisebbségben van, elnyomattatásban van, a liberálisok kulturális hegemóniában vannak, mindent ők döntenek el, és folyamatosan egy ilyen áldozati pozícióban van megfogalmazva a jobboldali kultúrpolitika, és hogy vajon legitime ez az áldozati pozíciója 13 év hatalom után, illetve hogy mi ennek az áldozati pozíciónak szerinted az okozója? Hát az, hogy tényleg így volt nagyon sokáig. És én azt látom, hogy elsősorban a lenézés az, ami kifejezetten fájó volt. És ez a lenézés, ez most is mindennapos. Tehát legutóbb, amikor a Nyári Krisztiánnal vitatkoztam zárt körben, nem sajtónyilvánosan a Válasz Online-nak az estjén voltam, vagy 500-an, akkor Krisztián is valami... Pedig régóta egyidősek vagyunk, régóta ismerjük egymást. Én azt gondolom, hogy kölcsönösen tiszteljük egymás tevékenységét, olvassuk egymás írásait, tehát hogy alapvetően megvan a vita alap, a normális vita alap. Na de a Krisztián is alatt mondott ott, hogy valójában... Nem tudom, szó szerint idézni, de valami, mégiscsak az volt a lényeg, hogy hát a jobb oldalon hiába van 13 év kormányzás, nincsen szellemi erő, nincsen intellektuális erő. Tehát, hogy van egy-egy nagy teljesítmény, de igazándiból nincsen. Ott a kultúra nem ott van. Most ez a lenézés, ez nyilván, ez a lesajnálás, ez nyilván sokakat bánt. Ezt elég sok helyről megéli, és megtapasztalja, meg meghallja az embert. Tehát tulajdonképpen ezzel a
a beállítódással, fogalmazunk így, én már egyetemista koromban találkoztam. Tehát, hogy ez egy valóban megér dolog, és ennek van egy olyan következménye, hogy az embert viszonylag korán arra kényszerítik, hogy igazodjon, és az igazodás, a siker érdekében tett igazodás, ami egyébként nem mondanám, hogy nagyon távol áll a magyar művészeti meg szellemi elit tagjaitól, az a legtöbb esetben azt hozza, hogy olyanok, akik egyébként se a neveltetésük, hagyományaik, származásuk és a többi alapján nem kéne, hogy igazodjanak ehhez a gondolathoz, a siker érdekében ezt mégiscsak megteszik, és utána önmaguk ezt tovább hangoztatják pápában a pápánál. Sok személyes példát tudnék mondani erre, de hát abból aztán igazán itt a jelenlevő felvételt készítő újságírók igazán szaftos kis videókat tudnának csinálni, most megkímélem őket ettől a sikertől. Ezzel együtt is azt kell, hogy mondjam, hogy ez, amit te mondasz, ez egy valós jelenség. Szerintem visszaszorult, de még mindig beszélek olyanokkal, akik az elmúlt 13 évben egyébként méltán Művészeti Akadémia tagok lettek, Kossuth díjat kaptak, életjáradékot kapnak, és a többi, és még mindig úgy élik meg, hogy ők el vannak nyomva. Tehát ez egy olyan mély beidegződés, egy olyan zsigeri, sok évtizedes fájdalomból és tapasztalatból jövő percepció, amit szerintem egyszerűen bizonyos nemzedékek tagjai nem fognak tudni átlépni. Én az első pillanattól fogva, amikor elvégeztem az egyetemet, és így a kultúrás életben jobban belekerültem, azt mondtam, hogy ez az, amit le kell magunkról rázni. Tehát, hogy nincs népi-urbánus ellentét, nincsen semmi létjogosultsága, értelmezhetetlen az, hogyha valaki politikai konzervatív, akkor esztétikailag is annak kell lennie. Tehát, hogy ezeken mind-mind át kell tudni lépni, és nem szabad, hogy ilyen dolgok bennünket frusztráljanak. Tehát engem például egyáltalán nem frusztrál. Tehát, köszönöm szépen, jól vagyok. Azt látom egyébként, hogy hasonló reflexek egyébként mindegyik oldalon vannak. Mert nagyon sokan fedik el a saját kudarcaikat és tehetségtelenségüket azzal, hogy ők valójában politikai alapon vannak elnyomva. Tehát azok, akik ma hangzatos ellenzéki politikai szónoklatokat mondanak a kulturális életben, azoknak egy részük is ezt azzal a tudattal teszi, hogy ők valójában a maguk sikertelenségét és kudarcát azt a hatalomra fogják, hogy azért, mert a csúnya elnyomó fideszes hatalom nem hagyja ezt, meg azt, meg amazt. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy én mindig ezt mondom, hogy a tehetség utat tör magának. Mindig, minden körülmények között. A diktatúrával is utat tört magának. És azt, hogy mennyire utat tört magának a tehetség, az azt mutatja leginkább, hogy milyen kevés dolog került elő a fiókokból a rendszerváltozáskor, szinte semmi. Tehát ami megszületett és ami jó volt, az valahogyan, lehet, hogy nem Magyarországon, hanem az emigrációban, de megjelent és hatott és érvényesült és beszivárgott, visszajött, ahogyan visszajött Márai, Hanvas Béla és a többi. Ez mind-mind, hogy csak irodalmi példákat mondjak. Persze kellett a rendszerváltás után komoly rehabilitációs munkát végezni, mondjuk a Karácsonynak az életművét kiadni, és sok minden mást. Bizonyos szempontból újra fel kellett fedezni Hanvast is, és nagyon sok mindent mondhatnék, de az, hogy a tehetség ne tudott volna minden körülmények között áttörni, utat törni magának, ez korábbi korokban is így volt. Át tudott törni a szegénységen, a nyomoron, a betegségen. Ez nekem meggyőződésem. Az egy másik kérdés, hogy egy olyan világban, ahol nagyobb a jólét, és van tudatos tehetséggondozás, nyilván sokkal több ember jut el oda, hogy végig is kibontakozzon a tehetsége, tehát nem akarok álszentnek se tűnni, mert nyilván tiszta vagyok vele, hogy azokban a korokban, amikor az emberek már csak azért sem tudták a bennük levő dolgot igazán kihozni, mert egyszerűen a világ nem volt erre kondicionálva, az egész munkaerő, piaci felfogás más volt, mint most. Tehát nem akarom azt mondani, hogy itt a világra szóló zsenik azok mindig a felszínre kerültek, de mert ugye nem volt meg az a rendszer. De most megvan hozzá ez a rendszer nálunk is, és a világban, a nyugati világban szinte mindenütt, hogy a tehetség föltűnjön. De akkor egy vers tud-e jobboldali lenni? Tehát a vers, amiket... Dehogy tud lenni. Tehát ugye erre mondom mindig azt, hogy Hárnagy Péter irodalomtörténész barátom könyvének volt ez a címe, hogy Kánonok interakciója. És annélkül, hogy mi ebben belemennénk egy irodalomtörténész, vagy irodalomtörténész elemzésbe, ez a cím önmagában nagyon jól leírja azt, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz a romantika után
egységes kánonról beszélni. Hogy magyarra lefordítsam a hallgatóknak, akik nem, nem ez a szakmájuk, azt képzeljék el, hogy mondjuk hogyan határozzuk meg, hogy mi kerül be a tankönyvbe. Tehát, hogyha a tananyagot tekintjük kánonnak, tehát mi az, amit kanonizálunk, mi az, amit arra a szintre emelünk, hogy az a, mondjuk az általános művetség részét kell, hogy képezze. Tehát itt a romantika után ebben a kérdésben egységet teremteni szinte lehetetlen. Hát ma vitatkozunk arról, az Nemzeti Alaptantárgy készítésekor azon vitatkoztak, hát megölték egymást az emberek, hogy hány órába tanítsunk Adit, hány órába tanítsunk Tamás Járont és a többit. Tehát, hogy gyakorlatilag a vita az arról szólt, hogy kinek mikor legyen a súlya vagy a szerepe ebben a kánonban. Ez természetesen nem csak az irodalomban van így, hanem más területeken, a képzőművészetben, a zenetörténetben és a többi. Mi az, amit beemelünk a közös anyag most? Azért jó ez a kánonok interakciója, meghatározás, mert azt látjuk, hogy a 20. században, na aztán pláne az avantgárdtól fogva, egymás mellett létező kánonok vannak, és ezek kölcsönhatásba kerül. Iskolák vannak, irányzatok vannak, irodalomtörténeti, művészettörténeti, mondjuk, hogy kurzusok vannak, és ezekkel egymással kölcsönhatásba lépnek. Azért valamilyen szinten figyelnek egymásra, olvassák egymást, és ebből az interakcióból fog aztán a végül valami kijönni. De abban is biztos vagyok, hogy egy 100-150 év múlva, amikor alapvetően az lesz a kérdés, hogy lesz-e még ember, aki egyáltalán verset olvas, tehát hogy már nem ebben a dimenzióban fogjuk értelmezni a dolgokat. Tehát ezért én a Nemzeti Alaptanterv vitájában is szokás szerint külön álláspontot fogalmaztam meg, mert ugye nem azt mondtam, hogy nem azon kell vitatkozni, hogy hány órába tanítjuk Adit, és hogy akkor tanítunk el, mit tudom, két órába Tormai Szeszét, halkan jegyzem meg, hogy ha ezt a Duró-Dóra féle megközelítést alkalmazzuk, akkor Tormai Szeszi szobrát azt el kéne baravánnal fenni. Tehát miközben a jelenlegi polgári oldal néhány korifeusa veri az asztalt, hogy több Tormai Szeszét az oktatásba, közben vannak ilyen furcsaságok is, ugye? Tehát, hogy azért volt egy szexuális orientáció a Tormai Szeszének, ami persze az én megközelítésemben az ő magán, ugye? De egy bizonyos szempontból... Csak hogy mondjuk ezt ki részletesen, hogy a Bújdosó könyv írója Tormai Szeszél, aki a magyar szélsőjobboldalnak az egyik ikonikus, vagy jobboldalnak egyik ikonikus figurája, aki leszbikus volt, akkor milyen megítélés alá esik ez a kérdés, merült itt föl? Hát Istenem, de azért én, bocsánat, de nem akarok ebben nagyon belemenni, de Nyilas pártvezetőt és a 40-es évek Nyilas miniszterét tudok mondani, aki egyébként homoszexuális volt. Tehát hogy azért ez nem egy új felfedezés a világban, hogy vannak emberek, akik egyébként a saját nemükhöz vonzódnak. Igen. Szóval, de visszatérve, ez azért érdekes, mert azért van, azon az állítással vitatkoznék, hogy mindenki, aki tehetséges, megkapja-e azt a lehetőséget ma Magyarországon? Nem, én nem ezt mondtam, megkapja mindenki, aki tehetséges, azt a lehetőséget, hanem azt mondtam, hogy a tehetség végül is utat tör magának, én ezt mondtam. Igen. Tehát, hogy azok, akik ma arra hivatkoznak, hogy ők azért nem tudják kibontakoztatni, amik bennük van a jobboldali, mert hogy még mindig a liberálisok uralják a kultúrát, a liberálisok egy része meg azt mondja, hogy azért, mert a csúnya kormány nem ad nekik lehetőséget, ez mindegyik önigazolás. Tehát, hogy tessék, mondj egy olyan írót, képzőművészt, aki mondjuk az elmúlt 13 évben, mert ez a kormány, azaz nem jutott megjelenéshez. Nem tudott kimenni, ha megérdemelte a frankfurti könyvvásárra. Nem támogatták sok pénzzel, hogy a könyvét lefordítsák ilyen-olyan-amolyan nyelvre. Nem fogsz tudni ilyet mondani. Oké. Amit én igazából ebből a kérdésből ki akartam hozni, az, hogyha ez így van, hogyha egy vers nem tud jobboldali lenni, vagy egy festmény, vagy egy szobor, akkor mi a jobboldali kultúrpolitika, meg mi a kultúrpolitika szerepe önmagában? Tehát akkor azon kívül, hogy arra tartjuk a kulturális minisztériumot, hogy az NKA pályázatok alapján elosztja azt a pénzt, ami mondjuk kultúrára megy, meg fönntartson intézményeket, minek van ez az egész, mit tud kihozni? És csak hogy még egy dolog, amit szerintem érdemes, ha beleveszel, hogy ugye a film az, ami a legpopulárisabb ezek közül, vagy a legtöbb ember számára. Érted? Az első Orbán kormánynak a kurzusfilmje az a Hídember volt, amit minden iskolában meg kellett nézni. Most nem akarok róla esztétikai véleményt fogalmazni, mert én akkor fiatal voltam, tehát valószínűleg nem én voltam a célcsoportja. Azóta
szintén a filmmel volt, vagy a filmben összpontosult ez, voltak nagyon nagy sikerek, volt, szerintem a 444 is elismeri, hogy voltak nagy ilyen jellegű sikerek abból a szempontból, hogy Oscar jelölés, tehát ami nemzetközi fesztiválokon, de hogy mi a elmúlt 13 év jobboldali kurzusnak mondjuk filmben, vagy másban amit azt tudnád mondani, hogy az égköve, a fő teljesítménye, vagy, és hogy visszatérjek a kérdése első részére, vagy ez nem is feladata, és rosszul teszem föl ezt így, mert nem feladata ez a kultúrpolitikának, jobboldali kultúrpolitikának. Hát először is közelítsünk onnan a kérdéshez, hogy lássuk be, hogy nagyjából a 18. század vége óta a magyar intézmény, vagy a magyar kultúra és a magyar kutatási igazgatás az intézményközpontú. Hát ez pedig egy olyan legitimációs folyamatnak az eredménye, amelyben gyakorlatilag a részben szerepet játszott a modern nemzettéválás, a magyar nyelv uralkodóvá tétele, és egyébként a politikai szuverenitásnak a kivívása. Tehát azokban az országokban, amelyek viszonylag kicsiek, kis területen helyezkednek el, és nem túl nagy népességgel rendelkeznek, ezekben az országokban az intézményi létnek a fenntartása az valamiféle biztonságot, garanciát jelent. Én is azt szoktam mondani a Nemzeti Múzeumra főigazgatóként, hogy addig van magyar nemzet, ameddig van nemzeti múzeuma. És fordítva is igaz, hogy ameddig van magyar nemzeti múzeum, tehát ameddig van magyar nemzet, addig kell, hogy legyen nemzeti múzeum, és addig van magyar nemzet, amíg van magyar nemzeti múzeum. Most, hogyha megnézed azt, hogy Európában mely országokban van nemzeti múzeum, még magukat úgy is hívják, hogy National Museum, National Museum, stb. Nem mondom végig. Ezekben azok az országok, amelyek jellemzően évszázadokon keresztül küzdöttek a saját szuverenitásukért. Tehát a British Museumot nem hívják nemzeti múzeumnak, így van. Mondjuk Angliában van egy National Portrait Gallery, amelyik a nagy történelmi képeket, arcképeket foglalja össze. A Louvre az Louvre. Tehát miközben egyébként a Magyar Nemzeti Múzeumnak a társintézménye a Louvre lenne, vagy éppen a British Múzeum lenne, ők a maguk fejlődéséből következően nem is voltak arra rászorulva, rákényszerülve. A nagy robbanás ugye a múzeumi világban az a Victoria Albertnak a megszületése, ugye, ahol két hatalmas nagy gyűjteményt felhalmozó ember, ugye a Victoria királynő és a férje, Albert, ugye hoztak létre egy világra szóló gyűjteményt és múzeumot. Hát ezt ők bele mitott, hogy azt elnevezzék úgy, hogy brit vagy angol, vagy nem tudom milyen nemzeti múzeum. De ha elmész Skandináviába, ott fogsz találkozni nemzeti múzeummal. Ha végigjárod a közép-európai országokat, Horvátország kivételével mindenhol fogsz nemzeti múzeumot találni. Tehát elképzelhetetlen, hogy Ljubljanában ne legyen nemzeti múzeum. Egy kivétel van Közép-Európában egyébként, azok az osztrákok. De az azért, mert az osztrák is egy birodalmi tudattal rendelkező nép volt, ahol gyakorlatilag a császárnak volt gyűjteménye meg múzeuma. Tehát ott Kunsthistorisches Múzeum van, meg Naturhistorisches Múzeum van, meg Technisches Múzeum van, és nem nemzeti múzeum. És mondjuk a mi Szépművészeti Múzeumunk és Magyar Nemzeti Galériánk társintézménye, meg a mi társintézményünk, az ottani Szépművészeti Múzeum, a Kunsthistorisches Múzeum. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a mi kultúrpolitikánknak nem csak a jelenlegi kurzus kultúrpolitikájának, hanem az ország kultúrpolitikájának az egy nagyon fontos fundamentuma, hogy intézményben gondolkodik. És ez így volt nagy-magyarországi időkben is. Tehát az, hogy voltak állami, egyházi, fenntartású, vagy részben önkormányzati fenntartású intézmények, ezek biztosították azt, hogy továbbadható a kultúra, az identitás, és kivívható a nemzeti szuverenitás, amely az ország szuverenitását is jelenti. Tehát most, amikor beszéltem pár hete Székelyudvarhelyen, ott is voltam, de előző nap Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumnak az újranyításán, ott felelevenítettem azt a történetet, hogy létrejött egyébként, ahogyan a legtöbb magyar múzeum, az is úgy jött létre, hogy egy magángyűjteményből lett közgyűjtemény, a magángyűjteményt az a létrehozója oda adományozta az akkori Székely megyék törvényhatóságának, tehát lett belőlük egy közgyűjtemény, és létrejött a Székely Nemzeti Múzeum. És az, hogy mai nap annyira fontos, hogy van Székely Nemzeti Múzeum, meg az, hogy Székelyföldön még hangsúlyosabb az intézményi létbe való gondolkodás, mint nálunk, az pont arról szól, hogy az intézmény a garancia arra,
hogy te egyébként tovább tudod adni a kultúrát. Hát azt szokták a szemünkre vetni, hogy bezzeg Amerikában, nincsen kulturális minisztérium. De nem is kell, hogy legyen, mert az egész kultúra szerveződése más, minden. Ha megnézed, az írókat nem a Nemzeti Kulturális Alap tartja fönt, hanem a piac. És ott olyan írókat képes fönntartani a piac, akiket nálunk csak nagyon kevesen olvastának, mert nagyobb a nyelvi piac. Hát az íróknak ügynökeik vannak, a színészeknek ügynökeik vannak. Az egész ügynöki rendszer úgy működik, ami nálunk értelmezhetetlen, mert más a fejlődés. Tehát én azt mondom, hogy ez az intézményi létben való gondolkodás, ez az egyik alap. És nyilvánvalóan a konzervatív kultúrpolitika az ezt annyiban teljesíti ki, hogy rendkívül fontos a történeti dimenzióba való gondolkodás, a hagyományokra való építés. Tehát a folytonosságnak a megőrzése. Persze ezzel a jobb oldal mindig küzd, mert hát az előképek megtalálása az nem egyszerű, ugye? A bal oldalnak nem kell ezzel küzdenie, mert nem a múlttal, nem foglalkozik ugye a múlttal. Tehát a múltat fékképp el kell törölni, és akkor innentől fogva semmi se gond, mert mindig lehet előre menni, mindig lehet új dolgokba gondolkodni. Szerintem a modern konzervatív kultúrpolitika pedig olyan, hogy épít a hagyományokra, tisztelbe tart mindent, amit egyébként ezekből a kánonok interakciójából a közös tudás részévé vált. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogy számomra egyaránt fontos mondjuk Adi és Kassák. Tehát egymás kioltó, látszólag egymás kioltó értékek tudják megadni a mi identitásunknak és kultúránknak az alapját, de mindeközben, hogy ezt mind használja, tud róla, szereti, ötvözi, erre épít valami egészen újat. Tehát közben nekünk is előre kell menni. Tehát a múltba révedés az biztos jó, de sok hasznot nem hoz az országnak, meg a közösségnek. Majd szeretném jelezni, mert mégiscsak Szombathelyen vagyunk, és itt ül Horváth Soma, kultúráért is felelős alpolgármester úr, hogy önmagamnak megígértem, hogy az utolsó kérdés még nem az jön, csak ezt most elmondom, hogy nehogy elfelejtsem, az az MMIK fenntartójaként fogok, Isten. Hogy mit tervezel az MMIK-val, tehát enélkül nem fogunk elmenni, de még mielőtt erre rátérek. Alpolgármester itt ül velem szembe, és azt mondta, hogy nem én kértem. Tehát, nem, ezt magamtól, mégiscsak a szívemhez közel áll ez a város, úgyhogy... Azért, még mielőtt az MMIK-ra rátérek, egy nünükémről szeretném, ha mondanál valamit. Tehát nekem személyesen a kedvenc költőm az Václava Szymborska lengyel költő, Nobel-díjat is kapott. Magyarország, magyar nyelven egy darab kötete érhető el, amit a Nobel-díj után fordítottak le. Mondjuk ha megnézzük a lengyel kortárs irodalmat, vagy a cseh kortárs irodalmat, vagy amúgy, ami a számomra a legérdekesebb, a román kortárs irodalmat, ahol él egy közvetítő közegként is működő őshonos kisebbség, akik mind a két nyelven nagyon sokszor olvasnak, hogy miért van az, hogy például az irodalomban, ehhez még egy picit jobban értek, mint a képzőművészethez, ahol semmilyen szinten nem értek, az irodalomban nincs meg az a fajta regionális, közép-európai közvetítés, ami meg kéne, hogy legyen, hiszen ezek azok az alkotások, amik a leginkább közel vannak ahhoz, amit a magyar emberek átéltek. Tehát az, hogy milyen volt a Kádár rendszer, és mondjuk az egyel idősebb generáció, mondjuk te beletartozol, hogy ért a Kádár rendszerbe, azt azért jobban érzi át egy lengyel, vagy egy cseh, vagy egy román irodalmár, mint amennyire egy holland, vagy egy svéd, és még sincs érdemben lefordítva, és fordítva is így van. Ami igazán, szerintem legalábbis, ami igazán ezt a közép-európai gondolatot és életérzést csúcsra tudta járatni, az egyébként az osztrák-magyar monarchia volt, amely az elnyomó Habsburg birodalomból egy olyan rendszeré vált, ahol fölértékelődtek a lokalitások, és ahol egyébként nagyon sok olyan dolog jelent meg, amely vizuálisan, építészetileg és a többi hasonló volt. Tehát, hogyha az ember mondjuk elment Lembergbe, operába, azért merem mondani, mert voltam ott, ugye, akkor nagyjából hasonló volt az érzés, mint amikor Bécsbe ment, vagy Budapestre. Tehát, és ugyanazt az operettet meg tudta hallgatni a birodalomnak, mondjuk azt, hogy az egyik, meg a másik végpontján és a közepén is.
Tehát ez egy nagyon érdekes összekapcsolódás jelentett, és mindez hozzátartozott az, hogy ott volt Erdély, amely önmagában egy sajátságos olvasztó tégely volt a maga három nemzetével, mármint a székelyel, a magyarral és a szásszal, hogy pontosak legyünk, mert nem a román volt, az csak úgy hozzájött aztán. És akkor még, amikor ez az egész kialakult, akkor még nem volt Brancusi, Ionescu és a több, meg Csorán és a többiek, hogy mondjak egy szobrászt, Brancusit, mondjak egy filozófus Csoránt, és mondjak egy nagy írót, ugye. Tehát és ha volt valami pozitív hozadék a szocializmusnak, az, hogy ezek a népek aztán mind a szovjet rabigát nyomták évtizedeken keresztül, és az elzártságnak nagyjából ezek voltak a határai, ugye? Tehát még mi is gyerekként el tudtunk menni nyaralni Pöstyénbe, és el tudtunk menni mondjuk Kutna-Hórába, meg volt részünk erdélyi kalandokban, és a többi. Tehát, hogy ezek bennünket közelebb hoztak, és nyilván ez azt is eredményezte ez a szocialista zártság, hogy hát igen, a mi nemzedékünk az tudta, hogy ki a rumcáz, és szerette a kisvakondot, ugye? Tehát ez így. És ők pedig Prágában, miközben néztük a kisvakondot, ők nézték a kockásfülű nyulat. És ez nem vicc, ez halálkomolyan így volt. És hova valósi a kockásfülű nyúl? Hát magyar. Ne üreskedj, a legnagyobb siker volt a kockásfülű nyúl, az egyetlen egy animáció, mert betörtünk Japánba. Tehát Japánban ma is kultikus a kockásfülű nyúl, és csak azért szeretném mondani, mert hogy ugye a japánok a maguk animés világával, erről egy hetet tudnék neked beszélni, mert japán anime rajongó vagyok. Tehát a japánok a maguk... Jön még egy mi hazánk sajtáj. Bocsánat, nem az erotikus animékre gondolom. Most már mindegy, igen. Tehát a japán animációba, hogy be tudod tenni a kockásfülű nyúl, azt szerintem egy óriási nagy dolog volt. Mert a kockásfülű nyúl szerintem, nem tudom, most az egyik kollégámra nézem, aki nálam kicsit fiatalabb, a mi generációnknak már nem annyira van meg olyan részleteiben. Szó. Istenem, elnézzük azt, hogy az emetéseknek vannak műveltségbeli jegyeseik. Ez belefér szerintem. Na, csak azt akartam mondani, hogy ez azt is jelentette, hogy egymás filmjeit kellett néznünk, egymás, és ez jó volt. Tehát, hogy az hogy számunkra sok-sok dolog visszaköszönt mondjuk a Menzelnek a filmjeiben, vagy értettük, hogy mit akar üzenni nekünk az Andrzej Wajda, tehát hogy ezek nagyon nagy erőt jelentettek, és nyitottak voltunk egymás kultúrájára. Ha valaki az én kis falumat megnézte annak idején, amiben ráadásul a Menzel rendezett, ugye, de a Bán János játszott az egyik főszerepet, és a fütyörésző Daló László háziorvos, aki csalinkázott a kis vidéki utakon, az akár lehetett volna a mi háziorvosunk is. Tehát, hogy olyan irdatlan nagy különbséget nem éreztünk, ugyanabban a bezártságban próbáltuk valahogyan megélni a mindennapokat. És ez átjárás hozott magával. Tehát amikor még a rendszerváltozás idején, amikor a Vera Hikilovának az ember megnézte, ha jól emlékszem, az volt a filmnek a cím, hogy A kertben. És abban olyan jelenetek voltak, hogy tényleg azon gondolkoztam, hogy hoppá, lehet, hogy az én nagyapámnak a sümegprágai présháza mellett tásták azt a pálinkás üveget el is, tehát ugye hány évvel ezelőtt. Tehát, hogy nagyon sok dolog volt hasonló, amit megértek a szüleink, a nagyszüleink, és még én is valamennyire a 80-as években beleestem. És hát ugyanazok az abszurditások voltak az úttörőséggel és a többi. Tehát Zánkán az úttörőtáborban egy lengyel, orosz, csehszlovák, tehát cseh és szlovák, és román úttörőkkel voltam együtt. Tehát ez egy egészen más, és nyilvánvalóan nem találkoztunk amerikai cserkészekkel, mint annak idején a gödöllői cserkész dzsemborén az akkori fiatalok. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalás volt, ami pillanatok alatt szétfosztott részben, azért, mert a nyelvet már korábban elengedték. Tehát ha valaki mondjuk tényleg a Tianum traumára talán a legjobban reflektáló drámát megnézi, vagy elolvassa a Fekete szárú cseresznyét, akkor abból egyértelmű, hogy legalábbis azokon a területeken, amelyek nem a magterületek, tehát nem a mai Magyarország közepe, hanem a
peremterületek, ott mindenki többnyelvű volt. És a többnyelvűség az azt jelentette, hogy a szerb beszélt magyarul, a magyar beszélt szerbül. És ennek a többnyelvűségnek nyilvánvalóan nagyon komoly kulturális hozadéka is volt. Most pedig az egész nyelvoktatásunk, minden, az egész iskolarendszerünk arra kondicionál, hogy tudjál angolul. Tehát az én gyerekem 14 évesen már angol felsőfokúval rendelkezett, de igazság szerint a lengyel kultúráról, hogy a te példádat hozzam, nem sok mindent tud, és ez lehet, hogy az én felelősségem is, de hát nem, mert a kulturális imperializmus jegyében nem ez ömlik rá. És ha ma megnézed a magyar televíziót, hát tizedannyi közép-európai tartalmat látunk, messze neked viselveli négyek, mint egyébként az én gyerekkoromban. Most azzal, hogy sokkal kevesebben tudnak lengyelül, csehül, szlovákul, és a többi, mint korábban, mert a szerb az még működik, mert ott is van kisebbség, és ott van átjárás. A románnál is van, az egy nagy gond, hogy amit például románból lefordítanak magyarra, ajánlom a kiváló Kossuth-díjas költő, most 80 éves Király László, jövő héten lesz a köszöntése Kolozsváron, tehát a Király Lászlónak a fantasztikus műfordítás kötetét, aki egyébként oroszból és románból fordít, mert orosz-magyar szakon végzett annak idején az egyetemen, mármint Erdélyben. Tehát, hogy megvannak ezek a dolgok, legfeljebb a magyar országi, magyar közönséghez nem jut el annyira, viszont a lengyel meg a cseh relációban hát hatalmas nagy a visszazuhanás. Tehát ma sokkal kevesebben fordítanak csehből vagy lengyelből, és tegyük gyorsan azt is hozzá, hogy nem egymás nyelvei, tehát nem ezek működnek közvetítő nyelvként, hanem alapvetően az irodalomban például a német volt a meghatározó. Tehát az, ami a frankfurti könyvvásáron németül siker tudott lenni, annak volt esélye arra, hogy más nyelvekre is lefordítsák, és mondjuk a Nobel-díjig is eljussanak. Erre a legeklatánsabb példa Kertész, akit senki nem ismert a világon. Tehát a Kertésznek az ismertségét is a német fordítások hozták meg, és Kertésznek is még a sorstalanságot is a Nobel-díj után fordították le nem tudom hány nyelvre. Előtte talán három nyelven volt olvasható, nem akarok utasságot mondani, nem vagyok kertészkutató. De a lényeg az, hogy a közvetítő nyelv változása, cseréje az nagyon sok mindent meghatároz. Az, hogy gyakorlatilag ma, én elmentem egy kenótúrára pár évvel ezelőtt a gyerekeimmel, Dél-Csehországba indultunk, és nem tudom, egy hétig mentünk kenóval és hátizsákkal és sátorral, és mindig kikötöttünk valót, megnéztük az adott várat, kastélyt, kolostort, és éltünk ilyen nomád életet, és esténként azt láttam, hogy a gyerekeim azok a velük hasonló korú javarészt csehekkel nagyon jól érezték magukat, de természetesen az angol volt a közvetítő nyelv. Tehát, hogy itt az, ami még a mi gyerekkorunkban is valamennyire működött, hogy adott esetben az orosz segített, ez ma nincsen. Tehát, és nem is nagyon láttam, hogy ez visszafordulna. Tehát azt gondolom, hogy ezt egyébként az egyik írásom hosszasan kifejtettem, hogy a V4 mögül hogyan tűnik el a közös identitás tartalom. Tehát a V4 egyre inkább csak egy politikai termékként, egy politikai érdekszövetségként tud működni, és sajnos kiveszik mögüle a közös életérzés és a közös identitás. Ez még így van magyar-szlovák relációban is, ahol pedig hát bőven lenne mit keresgélnünk. És akkor a végén az MMIK. Minden kényes kérdést megúsztam, úgy nézem. Ez egy nagyon kényes kérdés, ha jól értem, omlik éppen, és a beázott, és már ez az elektrotechnikát is sújtja. És... Na de most, Péter, ne komolytalankodjunk. Tehát van a Szombathelyeknek egy nagy épülete, amelyben valamikor megyépülési központ működött. Sajnos a megyeszékhelyek legtöbbén, ahol ilyen szocialista nagy monstrumokat hoztak létre, ezek a rendszerváltozás után lepusztultak, leromlott állapotba kerültek, és igazság szerint az állam meg az önkormányzat, attól függ, kié volt, nem tartotta fontosnak az állapotuknak a javítását. Jelen pillanatban az állam is ezektől az épületektől szabadulni akar. Ennek a szabadulási folyamatnak az eredménye volt az, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola egy törvénynek köszönhetően
ezt az ingatlan tulajdonban megkapta az államtól. És úgy kapta meg a tulajdonban az államtól, hogy a forrás nem kapott hozzá a népfőiskola. Egy darabig kapott, ami Fekete Péter, aki innen származik, ez fontosnak gondolta, hogy ott valamit létrehozzon, ez ma nincs így. Úgyhogy a népfőiskola egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ha már a polgármester itt ül, hogy ha nem ülnét, akkor is mondanám, hogy egyébként nagyon konstruktívan együttműködve a városvezetéssel próbál ebből a rendkívül nehéz helyzetből valamit kihozni. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok milliárd forint kéne ahhoz, hogy és ennek a népfőiskolának én kezdetettől fogva a létrehozásánál bábáskodtam, védnöki testületi tag vagyok, tehát egy másodpercig, holnap el is fogok reggel menni oda, megnézem, hogy hogyan néznek ki a dolgok, egy másodpercig nem akarok úgy föltűnni, mint hogyha én tudom, ez független lenne, vagy nem érdekelne. Szerintem egy nagyszerű dolgot lehet ott létrehozni, de hát sok-sok milliárd forint kell hozzá. Elnök asszony a népfőiskolának azzal az illúzióval vágott neki a munkának, hogy semmi gond, hiszen itt nagyon jó uniós pályázatok, interreges és egyéb más pályázatok lesznek, amelyekből ennek az épületnek a külső felújításához is lehet forrást találni. Hát te vagy országgyűlési képviselő, nem én, úgyhogy te jobban látod, hogy hogyan állunk az uniós forrásoknak a lehívásával. Te nem feltétlenül értek egyet. Mert mivel? Hogy én ezt jobban látnám. Jó, hát akkor ugyanannyira látjuk. Igen. És mind a ketten azt látjuk, hogy egyelőre nem jönnek azok a uniós források, amelyekből ilyen típusú ingatlanokat fel. Én azt látom, hogy Navracsics miniszter úr viszonya az téridő komplexummal folyamatosan dinamikusan változik e tekintetben. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy Tibor nagyon-nagyon régi barátom és szövetségesem. A miniszter úr általi leváltásomat követően pedig Amerikában volt, az első ötben volt az ő SMS-e, amelyben a támogatásáról, a barátságáról biztosított, tehát hogy én minden szempontból nagyon sokra értékelem a Tibort, de ez nem az ő egy személyes játszmája, ez egy nagy-nagy politikai játszma, amit te pontosan tudsz. És szerintem az, hogy ő bemond dátumokat, időpontokat, határidőket, kereteket és a többit, az végül nem úgy valósul meg, az nem csak az ő szándékán, nem csak a magyar kormány munkáján, hanem a brüsszeli szándékokon is múlik. Úgyhogy azt kell mondjam neked, hogy minden körülmények között meg fogom védeni Tibort. Ezt tudomásul vettük. Én nem tágítok attól az álláspontomtól, hogy a magyar ellenzék egyik strukturális problémája a tüntetéseken lévő slam poetry, de ez egy személyes esztétikai hát közlés. Ezzel maximálisan egyetértek. Akkor ez így alakult. Bár én azért tudnám sorolni a magyar ellenzék egyéb más problémáit is. De ez most nem az a műsor. Jó, csak hát ne csak egyben hívjunk tetemre. Jó. Szerintem ez egy nagyon szép végszó volt. Én köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, még itt leszünk, lehet velünk beszélgetni, és remélem, hogy bár nagyon sajnálom őszintén személyesen azt, ami történt, és tudom, hogy most ellenzékiként ilyet nem illik mondani, de én szerintem Magyarország egy rosszabb hely, hogyha valakit le lehet venni egy közgyűjtemény vezetéséről olyan emberek által, akik nem látogatnak közgyűjteményt azért, mert egy közélegi hisztériának megfelelnek, és szerintem ettől rosszabb lett egy kicsit ez az ország, és köszönöm szépen, hogy nem hallgattál édesanyám tanácsára, és nem mondtad le. Én is köszönöm a meghívást, és azért csak annyit hadd mondjak akkor erre még, hogy én rendkívüli módon szerettem a Nemzeti Múzeumban dolgozni, megmondom őszintén, hogy szóval nem tudom, hogy tudják egyesek évtizedeken keresztül a parlamentbe húzni az igát. Nekem elég volt 3 ciklusa az országgyűlésben, és nagyon örültem, hogy az életemben ilyen fordulat állt elő, hogy váltani tudtam, és ráadásul egy olyan intézménybe, amelyben fantasztikus tartalékok és lehetőségek voltak és vannak most is, és igazán jó kollektívával ismerkedtem meg, azt talán tegnap, akik látták, mondtam, majdnem elsírtam magamat, pedig nem vagyok egy ilyen szipogós típus. Ez elég kemény, karakteres vezető is vagyok, ami néha súrlódás meg konfliktus hoz, de azért tegnap azért küzdködtem, hogy 400 kolléga között fölmenni a lépcsőn, akik ott tapsolnak. Ezt megmondom őszintén, hogy persze volt, aki ma fölhívott és mondta, hogy milyen jól megszerveztem magamnak, hát ezt inkább hagyjuk, mert mindig vannak ilyen kedves emberek, akik azt gondolják, hogy egyébként spontán módon nem lehet a másik embert elismerni vagy szeretni.
De nagyon-nagyon nagyszerű dolog volt a Nemzeti Múzeumban dolgozni, megmondom őszintén, hogy nagyon sajnálom, hogy nem dolgozhatok ott. Talán még az élet egyszer hozza, úgy hozza, hogy visszatérhetek, meglátjuk. Reménykedünk. Köszönöm szépen.